játszottok, főzzetek. Elkészült az első közösen készített reggeli a Tolnai Pittypang óvodában. A gyerekek nagyon várták már a közös játék lehetőségét, mondta az intézmény vezetője. Aki jelentkezett, hogy jönne most, az mindenki, sőt van olyan óvoda, ahol még több gyermek is jött, aki nem kért a mai napra étkezést, de hozta mégis a szülő, mert szeretett volna jönni a kisgyerek. Ennek ellenére a 400 óvodásból közel 200-an jelentek meg az első napon. A Perszófer Ágnes polgármester azt mondta, olyan nagy volt az igény és a járványhelyzet is engedte, hogy ezért döntött az intézmények megnyitása mellett. Tekintettel arra, hogy itt sem Tolna megyében, sem Tolnán nincs újabb megbetegedés, sőt, Tolnán tudomásom szerint egyáltalán nincs egyetlen egy covidos beteg sem. Erre való tekintettel, illetve arra, hogy elég sok igény érkezett a szülőktől, hogy szeretnék a gyerekeket óvodába vinni. Úgy döntöttem, hogy a mai naptól, május 20-ától az óvodákat újra nyitom. Az óvodák felszabadítása az első lépése az enyhítési folyamatnak, mondta a polgármester. A jövő héttől a polgármesteri hivatal is a megszokott rendszerint működik majd, és ha lehet, a kulturális intézmények megnyitására is sor kerül a napokban Tolnán.